Nagy többséggel a terhesség megszakítás legalizálása mellett döntöttek San Marinóban egy vasárnapi népszavazáson. Ezzel egy 150 éves törvényt helyeznek hatályon kívül. A 41%-os részvétel mellett megtartott referendumon a választók több mint 77%-a támogatta, hogy a terhesség 12. hetig engedélyezett legyen az abortusz. Azt követően viszont csak abban az esetben, ha a nő élete veszélybe kerül, vagy ha a magzat fejlődése súlyos rendellenességet mutat. Az alig 33 ezer lakosú Észak-Olasz enklávéban eddig a művi terhesség megszakításért akár 3 év börtönnel is büntethették a nőket, 6 évvel pedig azokat, akik elvégezték az abortuszt. Az abortuszt akaró San Marinói nők eddig általában Olaszországba mentek, ahol magánellátásban 1500 euróba kerül ez a beavatkozás. Európa néhány más törpe államában, így a földközi tengeri Máltán, Andorrában vagy Vatikánvárosban máig tilos az abortusz.